Ezek a képek tavaly júliusban készültek, amikor halálos baleset történt Csávoly közelében, az 55-ös főúton. Egy férfi 105-110 km/h sebességgel úgy kezdett bele egy előtte haladó személygépkocsi előzésébe, hogy nem győződött meg arról, hogy be is tudja fejezni a manővert. Szemből érkezett is egy szabályosan közlekedő gépkocsi. Ennek a gépkocsinak a vezetője, hogy az ütközést elkerülje, jobbra kormányozta a gépkocsiját a menetiránya szerinti jobboldali útpatkára. Onnan vissza akart térni az úttestre, de átsodródott a szembejövő sávba, és összeütközött egy vele szemből érkező, szintén szabályosan közlekedő gépkocsival. A balesetben az egyik autósofőrje egy szabadnapos tűzoltó életét vesztette, míg a másik autóban utazó nő 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A vádlott, aki bár észlelte a balesetet, nem állt meg, segítségadás nélkül elhajtott a helyszínről. Az ügyészség most vádemelést tett. Az ügyészség tett mértékes indítványt arra az esetre, ha a vádlott az előkészítő ülésen a bűnösségét beismeri, ez pedig 2 év 6 hónap börtönbüntetés, valamint 4 év közügyektől eltiltás és 4 év közúti járművezetéstől eltiltás. A halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségét a törvény 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti. A felső határ halmazati bűncselekmények elkövetésekor emelkedhet. A vádlott bűnösségéről a Bajai Járásbíróság fog dönteni.